Na, jó napot kívánok mindenkinek, megérkezett a cuk TTX, egy pár darab van belőle, majd az ifjú horgász, aki megkapja ezt az orsót, ebből is kap, úgy rendeltem, megérkezett a Joker egész évre, www.cuk.hu-n szoktam megrendelni, és egyéb karácsonyi ajándékok is érkeztek számomra. Itt van mindjárt egy doboz, ezt majd később mutatom. Először is tesómtól elcapcaláztam ezt az orsót. Hát illetve itt hagyta ezt a prezident orsót. Fonoginorral, a 13-as Fonoginorral. Kaptam még Biatorbágyról, Zsoltitól bizonyos dolgokat. Gumihal nyilván pergetős videót szeretne látni, és azért küldött ilyen pergetős cuccokat. Szívesen várom mindenkitől, akinek van esetleges felesleges dolga. Az ifjú horgászt, akit majd támogatni fogok, ő is kap belőle. És még a lényeg majd hátra lesz, itt a legjobb csomag. Ezt ugye én rendeltem, ezt kaptam Biatorbágyról, ezt tesómtól, tehát nem loptam el, csak itt maradt. És itt van a Gergő, amit küldött, hát csodálatos. Etetőkosártól, végkosártól, kés. Ja, ezt a ezért, na már most nem is tudom kitől kaptam, de egy szuper kés, mivel ugye elvitték a késemet. Horgokat, volt annyi esze, hogy megkérdezte, hogy milyen horgokat szeretnék használni, mondtam, hogy füleset. Horgok minden méretben, forgókapocs, hasznos apróságok, minden hasznos. Hasznos apróságok. Ez lesz jó majd nekem süllőzni, vagy pontyozni, nagyobb horog, hajabusa. Azt hiszem, hogy a másik csomag. Anyám pakol, az a lényeg, hogyha valakit összekeverek, az ne sértődjön meg, nem az én hibám. Persze mindig van ilyen ember, ahogy nem az ő hibája. Ezt azt hiszem, hogy a Biatorbágyról kaptam, de már ide pakolta. A Gergőtől ezt a zsinort kaptam, már nem bírta elnézni, gondolom, hogy 40 méter zsinorra a horgászok, meg nem tetszett neki a sárga. Hát van itt aztán horog bőven, meg minden. Ezt már ide pakolta anyám. Ezt hát nem most volt már, amikor kaptam őket. Elnézést, ha tévedek. Ezt a hajabusákat az Gergő küldte. A nem hajabusákat pedig ilyen csomagba azt hiszem, hogy Biatorbágyról kaptam Zsoltitól. És hát ugye a lényeg, hogy ha összekevertem valakit, ne sértődjön meg. A lényeg az, hogy úgy rendeltem etetőanyagot a cuktól, hogy azt is fog kapni az ifjú horgász, aki megkapja ezt az orsót karácsonyra, az én régi orsómat. Hát nem tudom, mit kezd vele, de különben jó ám. Még az árcímke is rajta van. Tehát Jokerből is fog kapni. És persze el ne felejtsük Attilát, még jó, hogy eszembe jutott, aki egy szuper botot vett nekem, Szente Attila. Neki is van csatornája, szuper csukázós videót tudott készíteni, úgyhogy esetleg azt is nézzétek meg. Onnan kaptam a Okuma 5000-es orsót, és hát ugye itt is van ám aztán minden. Ananász, pineapple, nem bocsánat. Gyöngykukorica. Ez a nagyobb horgokhoz, gondolom úgy válogatta, hogy a nagyobb horgokhoz. Pufi, cuk. Nagyon levette az árát, ezt se kell venni. Itt is ez nem a pineapple, hanem a carp nuggets. Nem, az az igazság, hogy ki lesznek próbálva mind. Hát, na, célzásként drótelők és kis hármas horog. Szerintem ez a tímár, ez is jó lesz, majd hidegvízeshez, de a lényeg az nekem, hogy megérkezett a liftező, amit rendeltem, meg a cuk. Ebből azt hiszem, hogy vagy hármat fog kapni az ifjú horgász, ebből is vagy hármat megkapja az orsót. És hát volt egy úr, aki
ugye nem hatalmazott föl, hogy mondjam a nevét, de anyagi támogatást is nyújtott, úgyhogy fogunk venni még egy pár dolgot a... Ne vagy cicái! Még fogunk venni egy pár dolgot az ifjú horgásznak. Gyere ide! Jaj, de okosz vagy! Te nem Perna Hajder vagy! Gyere ide! Te mindjárt, te is szerepelsz a videóban. Jaj, de csúnyán nézel! Jaj, de csúnyán nézel! Na! Na, gyere! Gyere föl! Gyere! Félős cica, ő a tiszai cica, de majd mindjárt hátra följön. Várunk egy kicsit, hátra följön. Tehát kaptam Wobblert, kést, remélem nem szúrja el a barátságot, egy csomó csalit, etetőkosarat, mindent, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezeknek az embereknek, akik ennyire értékelik a munkámat, hát hogy küldenek dolgokat. Mindet ígérem, megpróbálom jó célra használni. Igen, gyere föl, gyere. Igen, a Jokerra rámegy, mert állati tartalma is van. Ezeket én még nem próbáltam ki, ezeket a dolgokat. És hát ugye itt a cica is bevizsgál mindent. Cicu, cicu, gyere csak, cica. Wobbler, Rapala. Van egy másik csatorna, azt mondja, hogy megtanulok pergetni, ha addig élek is, őt is, jaj, de jó, hogy eszembe jutott, el ne felejtsem, nézzétek meg. Már megosztottam egy balinos videóját, ő lehet, hogy nem is tudja. Perget, jó videókat csinál, és esetleg iratkozzatok föl neki. Hát én nem sajnálom senkitől a feliratkozót, mert látom a stúdióban, hogy melyik videóról ajánlja az én tartalmamat. És hát ugye nem mindig az enyém a... És a jó. Ezt nem innen kaptam, hanem nem tudom, elnézést, nem most kaptam, most csinálom a videót. Kigyógyultam amúgy, tettem be egy vödör hagymát az ágyam mellé, és a fölött aludtam. Úgyhogy ez biztos, hogy fölteszem ezt a zsinort, biztos, hogy nem hülyeség. 27-es, azt is megkérdezte, hogy hanyasat használt. Mondom, 28-as, gondolom ebből 27-es méret volt. Pufóka jó ezekre a horgokra. Hát persze nem tudta elnézni, hogy annyi halam elmegy, megvette a küldött Hayabusa horgokat, hát nem is keveset. Hát nagyon szépen köszönöm, Gergő. És ugye megtanulok pergetni, ha addig élek is. Ő a... Na már mindegy, keverem. A lényeg az, hogy nézzétek meg esetleg az ő videóját is, Szente Attila videójai is jó. És hát ugye nálam ez a, pont ma volt egy kérdés, hogy ez a 200 forintos csatornatagság, hát mondtam, hogy jelképes. Hát ugye kis sörpénzzel lehet engem távogatni, illetve nevezzük kávénak. Kávénak, mert nem mindig szeretek én márnázni. Liftezőből van vagy 20, www.cuk.hu, hát ez egy reklám videó, hát reklámozom a többi csatornát, hát ez ilyen, ez ilyen. Gergőnek nincs csatornája, ő személyesen hozta el Gázberényből, szépen ír, ugyanígy írok körülbelül, R betűt nem így írom. Úgyhogy ő személyesen hozta el, nem postázta, pont útba volt Szajófele, őket postán kaptam. Ha valamit kihagynék, szóljatok hozzá, de ne negatívan, mert hát ilyen szuper kis cuccokat kaptam. Hát most már aztán muszáj leszek pergetni, hogyha már itt van a Rapala, meg minden Isten haragja. Úgyhogy... És természetesen, hogyha a küldő ember, Manus hozzájárul, hát az ifjú horgásznak esetleg, ami nekem nem olyan hasznos, például ezt a horgot harcsázni el tudom használni, őt pontyozni. Hát ez pont ugyan, nekem az a méret, hogy harcsázni kicsi, süllőzni nagy. Hogyha valaki, tehát az ifjú horgásznak lehet, hogy adok belőle egy párat, ugye mindenki örömmel fogadja a vendégeket. Ja, az ifjú horgász valószínűleg a tiszai horgászat River Fishing Junior lesz, itt már most van ám minden, van már megemlítve, vagy öt csatorna. Hát ez ugye mindig jó, én etetőkosárhoz
megvan itt említve vagy 5 csatorna. Nagyon szuper, ezt nem adom, az biztos. Azt. Ez nem tudom mi, ha Isten haragja. Gondolom bele kell dugni valami gyufát, vagy nem tudom. Nem, hát ezt se fogom odaadni. De egy pár dolgot kap a ifjú horgász. Ha elfogadja, majd meglátjuk. Ezt a fonodzsinort, ezt gondolom pergetni küldték. Majd meglátom, mert egyelőre az orsomon van a 13-as zsinór. Gyere cicám, megnézzük ezt az orsót, ezt tesomtól maradt. Gyere kicsim. Na? Na, igen. Kis félős vagy pedig, nem szoktál így. Kis félős cica. Na, na de haverkodósz vagy, tán éhes vagy. Éhes. Őt a Tisza parton találtam és hazahoztam. Hát egy előnye van az én cicámnak, hogy hál' Istennek 9-kor kelek, azért maradtam meg, igen, amúgy pörkölt lett volna belőlem, igen, 9-kor kell az én cicám. Ő egy majdnem 8 kilós kandúr gyerek, őt hazahoztam a... Őt hazahoztam a Tiszapartról, hát az volt az első, hogy belecsinálta papucsomba, és megjelölt engem, gyere! Ő nem a Safranek. A Safranek Ceglédre került. Na, úgy van. Köszönöm a szereplést. Safranek Ceglédre került, és 2 bigül felett uralkodik. Hát itt még egy pár szót, ugye tavasszal nekem a epresetetű anyag az a jó, mert ugye édes. 80% kukoricacsírát tartalmaz, egyik etető anyagnak sincs ilyen magas tartalmú kukoricacsíra tartalma, már szóismétlés, mindegy. Hát remélem itt a kés az nem szúrja el a barátságot. Majd nem neked mondom, tényleg mutatkozz már be. Cicu vagyok, 8 kilós kandúr. Várj, a csipát kiszedjük. Gyere ide! Na, szóval nekem megjött a... Hát ez Mikulás is egyben, Jézuska is. Na ezt megnézed? Gyere csak! Megnézed? Jó, tehát a lényeg az, hogy jött a Mikulás, Jézuska egybe. Én is rendeltem egy pár cuccot. És hát ugye majd az ifjú horgásznak is. Hát nem azt mondom, hogy válogat, hanem például nekem ez a végkosár nem kell. Ha anyám nem rabol rá, akkor megkapja. Hát ha hozzájárul, akkor videót is készítek vele, ha nem, akkor nem. Majd látjuk, nem is ez a lényeg, hanem hogy szándék megvan, szerintem. Úgyhogy ezeket kaptam. Hát mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Egyelőre kellemes Mikulást kívánok mindenkinek. Hát még a karácsonyi, lesz még majd karácsonyi videó, mert itt van a pincébe a bocsánat, a Kiliszta farmban, megnézzük őket, hogy fejlődtek, kaptak krumplit, majd még arról lesz egy videó, de ezt mindenképpen ilyen köszönő videónak meg szerettem volna használni. Csinálunk egy jó kis záróképet, és hát Szente Attila csatornája, az ő botja most kim van a másik helyszínen, Szente Attila csatornája a Megtanulok pergetni, ha addig élek is csatorna, a Tiszai Horgászat River Fishing Junior csatorna, ő lesz azt hiszem a kedvezményezett ifjú horgász. Hát majd nem válogat, azt adok, ami nekem nem kell. Hát majd elhasználja, majd azzal horgászik. És ki ne hagyjak már valakit, ki ne hagyjak már valakit, mi... Jó, ha még egy volt. El is rontom a videót. Megtanulok pergetni, ha addig élek is. Szente Attila csatornája. Hú, te jó istenki. Gergő. Igen. Na mindegy. Hát majd odaírjuk. Úgyhogy ők támogattak engem ilyen cuccokkal. Hát ez majd ki lesz próbálva, lehet télen, és ez a fekete etetőanyag, nem értek hozzá, hogy Curcian
Grasscarp, karp, mindenre jó. Na majd ez ki lesz próbálva. Ez nagyon jó, hogy jött. Hát ez egy kicsit nagy nekem. Ez egy kicsit nagy. Ez jó lesz, majd nagyobb forgokat használok. A Phonoginor szerintem, na flexel. A Phonoginor szerintem előkezsinórnak lesz elhasználva.